Romonyán 2014-ben alakult meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat, melynek célja, hogy minél több programot szervezzen a közösségnek. A településen ugyanis szép számmal vannak még a német hagyományokat ápolni vágyó emberek. Minden rendezvény, amit elterveztünk, nagyon jól sikerült, és kiemelném azt, hogy a közösség mindig együtt tudott dolgozni a német önkormányzattal. Rengetegen jelentkeznek minden alkalommal, hogy szívesen segítenek nekünk a rendezvények lebonyolításában, úgyhogy én nagyon sikeresnek értékelném. Szeretik a település lakosai, és tényleg mindig klasszul össze tudunk jönni. A nemzetiségi családi napot mondanám, ahol a Kaptár Egyesület is kitelepült, és nagyon sok kézműves tevékenységet tervezett a családoknak, amiben ők is ki tudták magukat próbálni, illetve a festőnő Gál Erzsébet is készített nekünk egy nemzetiségi babát, illetve egy egész komplett festményt, amíg mögé bebújhattunk, és megmutathattuk magunkat nemzetiségi ruhában. A településen kétnyelvű nemzetiségi óvoda működik, három csoport, a lebbe kettőben jelen van a nemzetiségi nyelvi oktatás, és a harmadik csoport gyerekei számára is külön néptánc foglalkozásban, illetve nemzetiségi táncoktatás foglalkozásban részt vehetnek a gyerekek a nyelvoktatásban. A hagyományokat mindannyian ünnepeljük, mindhárom csoporttal óvodai szinten, és szorosan együttműködünk az óvoda és a nemzetiségi önkormányzat minden program megvalósítása során. Február második hétvégéjén palacsinta és kalácsütéssel egybekötött farsangi mulatságot szervezett a német önkormányzat a Béketéren. Tavaly adventi időszakban találkoztunk utoljára így az emberekkel, így akkor voltunk együtt, az is itt volt a Béketéren, és hát a tavalyi évben is farsangoltunk. A farsang az arról szólt, hogy önkéntesek segítettek nekünk, és a falu minden családjához fánkot vittünk. És az idei évben azon gondolkodtunk, hogy mindig valami más, mindig újítunk a nemzetiségi berkeken is belül, meg plusz programokat, és hogy akkor most ne az, hogy elmegyünk mindenkihez, hanem mindenki jöjjön ide hozzánk, tehát hogy megint az, hogy együtt legyünk, tehát az együttlét öröme, az legyen meg mindenkinek, és ezért gondoltuk azt, hogy csinálunk egy ilyen farsangi összejövetelt, reménykedtünk abban, hogy jó időnk lesz, és ez, hogy legyen a farsangi fánk, a farsangi kalács, a farsangi étkek, a buli, akkor végül is, hogy a gyerekek, felnőttek beöltözzenek, mindenki jól érezze magát. Hát a sváboknak nem a kürtös kalács az a nemzetiségi kalácsuk, viszont most például zárva van a kultúrház, mert ott van egy kemencénk, és mi abba szerettük volna a kalácsot megsütni, és mivel hogy ez így megvalósítható, ezért ilyen tekert kalácsot gyártunk, illetve a palacsintát, ami végül is időjárás független szerencsére. Hál' Istennek elég sokan összejöttek, tombolát is, tehát a farsanghoz hozzátartozik a tombola. Most van egy olyan tervünk, hogy a gólyafészkünk sajnos eléggé megrongálódott, és hogyha valamivel hozzá tudnánk járulni, akkor a tombola bevételét erre szeretnénk felajánlani. Hogy a gólyák megmaradjon, a gólyavida visszatérjen, és hogy mindig valami próbálunk, ami végül is a falu népének, mindenkinek jó lesz. Hát én gyerekkorom óta emlékszem rá, hogy ez a gólya, hogy Romanyán volt gólya. Úgyhogy ezért is ez egy fontos dolog szerintem, nekem is, meg mindenkinek. A Segítsünk gólyáinknak a fészekrakásban mottójú felhívásra február 26-áig várja a további adományokat a Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat.